Pontban 7:30 van, jó ébredést, jó reggelt kívánok, ez itt az ATV híradója. Újra jól járhat Orbán Viktor veje, ezúttal a vasárnapi zárvatartás miatt. A Népszabadság információi szerint ugyanis egy tervezetben az áll, hogy a kikötőkben található boltok mégis nyitva maradhatnának. Tiborcz István pedig nemrég jutott hozzá kedvező áron a keszthelyi kikötőhöz. A lap szerint ezzel a kivétellel jelentősen megnő majd a kikötő értéke. A Népszabadság arról ír, hogy a tervezett szabályok szerint a kikötői üzletek akkor tarthatnak nyitva, ha ott olyan dolgozik, aki legalább 20%-ban tulajdonosa a vállalkozásnak. Nem kívánta kommentálni Kovács Zoltán kormányszóvivő Start című műsorunkban, üdvözlik-e a döntést, hogy távozik André Gutfreund, akivel a magyar kormánynak többször is konfliktusa volt. Az új amerikai nagykövet Colin Bell egyébként kiszámítható gazdasági döntéseket várna el a magyar kormánytól. A szóvivő a Startban azt mondta, hogy a kormánynak eddig is kiszámíthatóak voltak a döntései. Az útdíj, a vasárnapi zárvatartás, a kereskedelmi láncok adójának 30-szorosára emelését említve azt mondta, másképp ezeket nem lehetett volna bevezetni. Van egy sor olyan lépés, amelyet egyébként 20 év tapasztalatai mutatják. Egy éves előzetes egyeztetések után viszonylag nehéz lenne bevezetni, mert számos olyan példát láttunk, amikor szétverték a legjobb szándékú, a legigazságosabb kezdeményezés is egyébként kormányok részéről. Tehát mondjuk az UDI-ról azért nem konzultáltak senkivel, és azért volt akkor a meglepetés, hogy szétneverjék. Konkrétan nem igaz, hogy nem konzultáltunk erről. 12-15%-kal nőtt a forgalom a fizetős utakkal párhuzamos ingyenes szakaszokon, mióta bevezették az útdíjat, legalábbis ez derül ki egy közlekedési adatokat elemző cég felméréséből. A legforgalmasabb januári napokon csaknem 30%-os volt a növekedés. A felmérés szerint az egyik legnagyobb forgalom növekedés a kettes úton tapasztalható. A Váci, Gödi és Dunakeszi ingázók ugyanis ezt választották a fizetőssé vált M2-es és M0-ás helyett. Hasonló a helyzet az egyes főúton is. Az M1-es, M7-es autópálya bevezető szakaszának fizetőssé válása miatt jelentősen megnőtt a forgalom Budaörsön. Évente bruttó 280 millió forintot keresnek a főpolgármesteri hivatal főtanácsadói, tudta meg az Origo. Összesen 34-en vannak, közülük 14-en Tarlós Istvánnak adnak tanácsot. Van olyan is, aki 1 milliót visz haza havonta. Az Együtt szerint felháborító, hogy a tanácsadók jóval több pénzt kapnak, ugyanazért a munkáért, mint amit a köztisztviselők is végeznek, csak éppen jóval kevesebb pénzért. Borzasztó kedvezőtlen szerződéseket kellett módosítani. Itt ugyan a 4-es metró szerződéseiről beszélt a főpolgármester, Tarlós István azonban többször bírálta elődjét, például a tanácsadói szerződések miatt is. Sőt, volt olyan szerződés, amelyet maga Tarlós István tiltatott le. Most viszont az Origo kiderítette, a főpolgármesternek 14, a helyetteseinek pedig 20 tanácsadó segít. Köztük van Szűcsom Jó Mária, aki a főpolgármester kommunikációs tanácsadója, havi 1 millió forintért. Szegvári Péter már az előző rendszerben is a fővárosi tanácsnál dolgozott, majd Demszki Gábor alkalmazta, és azután Tarlós István is igényt tartott a tanácsaira. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke, habár többször bírálta a fővárost, mégis elfogadta a tanácsadói szerződést, mint ahogyan Derce Tamás korábbi polgármester fia is ad tanácsokat 500 000 forintért. Derce Tamás nem akart nyilatkozni. Nagyon nehéz munkán vagyunk túl. Kerestük Tarlós István kommunikációs tanácsadóját, de nem akart nyilatkozni. Azt tanácsolta viszont, hogy inkább azt idézzük, hogy Demszki Gábor vezetése alatt milyen fizetések voltak. Ezután a főpolgármesteri hivatal ki is adott egy kiegészítő közleményt, mondván nem voltak teljes körűek a tudósítások. A hivatal szerint a korábbi Demszki MSZP ciklusban 2009-ben 1 millió forint feletti fizetések voltak. Akkor a tanácsadók évente többször kaptak jutalmat, most viszont csak egyszer. Most a legmagasabb jutalom összege meghaladta az 1 millió forintot. Demszkiék több tanácsadónak is 7, 9, 10, sőt 15 milliós jutalmakat fizettek évente. Letartóztatták a Fidesz ifjúsági tagozatának elnökét. Veres Áront a keleti pályaudvaron értéktettem még a múlt héten, amikor éppen hamis pénzt próbált elsózni egy férfinak. Ezután menekülni kezdett, de elfogták a rendőrök. A politikus azt vallotta, egy moldáv férfitől kapta a hamis bankjegyeket, és sajnálja, hogy csőbe húzták.
A Fidesz úgy reagált, a férfi már nem az ifjúsági elnökük, évekkel ezelőtt elváltak az útjaik. Megszokott látvány a Keletiben. Pénzváltók tucatja várja az utasokat és kínál különböző valutákat, illetve forintot eladásra. Egy ilyen férfihoz ment oda múlt héten Veres Áron. A férfi átadott egy 100 eurós bankjegyet, amelyről a sértett megállapította, hogy hamis. Azonnal jelezte ezt a pályaudvaron szolgálatot teljesítő rendőröknek. Veres azonban futásnak eredt. A járőrök a helyszínen elfogták, és ruházatának átvizsgálásakor több hamis bankjegyet találtak nála. A gyanúsított első kerületi tartózkodási helyén házkutatást tartottak kollégáim, ahol 297 darab feltehetően hamis 100 eurós, valamint 5 darab 20 eurós bankjegyet foglaltak le. Ügyvédje azt mondta, ügyfele beismerő vallomást tett. A 100 eurós bankjegyeket egy tartozás fejében kapta moldáv barátjától. Ezt elismerte, megtalálták, nem dugta el. Ennyit tudok mondani. És milyen ügye volt neki ezekkel a moldávokkal? Arról nem beszélt? Személyes baráti kapcsolat alapján került erre sor, de hát nyilvánvaló, hogy őt becsapták ezzel az ügylettel. Akkor miért menekült el a rendőrök elől? Nem menekült el, vizsgálat során is tisztázni próbálta. A rendőrség pénzhamisítás gyanúja miatt indított eljárást. A Fidesz közleménye szerint nekik semmi közük a politikushoz. Állításuk szerint ők 2012-ben kizárták az ifjúsági szervezetből. Ezzel szemben a Fidesz ifjúsági tagozatának honlapján még délután is Veres Áron volt feltüntetve elnökként. Veres 2003 óta tagja a Fidesznek, és 2011 óta országos elnök. Korábban Facebook oldalán is kommentált a pártjának döntéseit. A vasárnapi boltbezárásról azt írta, rohadjon meg, akinek ez az eszébe jutott. A szocialisták szerint a Fidesz hazudik. Az MSZP is felhívta rá a figyelmet ugyanis, hogy a Fidesz honlapján még tegnap délután is Veres Áron szerepelt a párt ifjúsági tagozatának országos elnökeként. A Fidesz erre úgy reagált, az MSZP magában indul ki. Megismételték, hogy 2012-ben kizárták a pártból az ifjú politikust. A DK szerint lebukott egy kis hal, most már bukjanak a nagy halak is, tették hozzá. Játék euróbankjegyeket ragasztanak a képviselői irodaházban a PM aktivistái. A Fidelitas irodájának ajtaját vették célba, bár Veres Áron a Fidesz ifjúsági tagozatát irányította. Sajnos úgy látjuk, és ez talán a legelszomorítóbb, hogy valójában a Fidesz ifjúsági tagozata nem más, mint a maffia alsó csoportja, aki ma 9 millió forintnyi hamisított pénzzel rendelkezik, annak holnap Gucci táskája, és magától növekvő lakása lesz. Az MSZP szerint hazudik a Fidesz, amikor azt állítja, hogy a 9 milliónyi hamis euróval lebukó Veres Áronnak 2012 óta semmi köze Orbán Viktor pártjához. A Fidesz.hu-n ugyanis délutánig még megtalálható volt a Fidesz ifjúsági tagozatának vezetősége, ahol elnökként Veres Áron van feltüntetve. Veres Áron lebukása azt bizonyítja, hogy a Fidesz az aljától a tetejéig egy bűnszervezet. Az MSZP éppen ezért arra számít, hogy a letartóztatott és bilincsben elvezetett fideszes politikust hamarosan követhetik más fideszes korrupt politikusok is. A Fidesz másodjára is reagált, azt írták, hogy a szocialisták megint magukból indulnak ki, és megismételték, hogy 2012-ben Veres Áront a Fidesz kizárt a soraiból. A DK úgy reagált az ügyre, hogy lebukott egy fideszes kishal, bukjanak végre a nagyhalak is. A liberálisok szerint pedig tényleg van dolga a Fidesznek a Keletiben, de nem a bevándorlókkal, hanem saját bűnügyeivel. Újra emelkedik pénteken az üzemanyagok ára, a benzin 2 forinttal, a gázolaj pedig 4 forinttal drágul. Az árváltozás után a 95-ös benzinért átlagosan 343 forintot, a gázolajért pedig 363 forintot kell fizetni. A MOL legutóbb szerdán változtatott az árakon, akkor mindkét üzemanyag árát 7 forinttal emelte. A benzin literenkénti átlagára tavaly szeptember és idén január között mintegy 100 forinttal csökkent, az utóbbi 3 hétben azonban már 20 forinttal ismét emelkedett. És ha már az üzemanyagáraknál tartottunk, nézzük, mi a helyzet a fővárosi utakon, közlekedési hírek következnek. Üdvözlöm az ATV minden kedves nézőjét! Munkatársaim a város egész területéről közepesen erős forgalmat jelentettek. A 8. kerületben az Üllői úton gázvezetéket javítanak a Leonardo da Vinci utcánál. A befelé vezető oldalon a külső sávot lezárták.
Naponta 10 órától 16 óráig az Elpatit budai és pesti hitfőjénél a Florián téri és a Márciuti felüljáron időszakosan elkerítik a külső sávot mindkét irányban. Életvédelmi kerítést építenek a felső vezetékhez közeleső szakaszon. Vezessenek fokozott figyelemmel. A második keletben a Tőfa utcában közműfelújítás kezdődött, emiatt csak egy sáv járhat a Feketeses utcától. A torlódások elkerülése érdekében a Margit híd terelő úton is megközelíthető a Tőfa utcából, a Feketeses utca, Bem József tér, Lipei utca útvonalon. Újpesten a Görgei alatti utcát felújítják az első ütemben, a Rózsa utca és a Szilágyi utca közötti utcakat zárták le. A Bécsi úton a Vasúti híd előtt átépítik a Bóvita utca torkolatát, ezért útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. A 16. keletben a Csömöri úton, az Epenyési utca és a Pálya utca között csatornaépítési munkákat kezdenek, ezért a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőlámpás irányítás mellett. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot és balesetmentes közlekedést kívánok, viszontlátásra! Most pedig azonnal a híradó után folytatódik a Start. Én, ahogy néztem a vendégek listáját, érdekes beszélgetésekre számítok. Szervusz, Antónia, kik jönnek hozzád? Szervusz, Judit, és köszönöm szépen, hogy ezt megelőlegezett. Závec Tibor, az Ipsos kutatási igazgatója lesz az első vendégünk, és elmondja, hogy ők milyen népszerűségi adatokat mértek februárban, illetve hát januárban mérték, és most februári adatokról van szó a pártoknak. Aztán itt lesz Köves Lomó Rabbi, aki meghívta egy kóser pálinkát és egy beszélgetésre azt a két jobbikos képviselőt, akik közül az egyik cigányozott, a másik viszont ugyan cigány származású, de kiderült róla, hogy zsidózott. És vendégünk lesz a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke is, abból az alkalomból, hogy 70 éve ért véget a második világháború. Maradjanak velünk! Így van, ha tehetik, akkor tartsanak továbbra is velünk! És ez volt az ATV híradójáink, köszönöm szépen a figyelmüket, legyen nagyon kellemes napjuk, viszontlátásra!